kormányzati szervek többségében október 31-ig a bérköltségen kívül nem fizethetnek ki lényegében semmit. Ez egy új rendelet, ami ma jelent meg. Mi erről a véleménye? Ez a nap kérdése nálunk. A jelenlegi helyzetben érthető vagy aggasztó? 16%-a mondja önöknek, hogy a jelenlegi helyzetben ez érthető, 84%-uk pedig azt, hogy aggasztó. Az adás végéig még lehet szavazni az online felületeinken. Jó estét kívánok önöknek, üdvözlök mindenkit, aki a képernyő előtt követ bennünket, és üdvözlöm vendégeinket is a stúdióban, Harangozó Gábort, az MSZP agrár szakértőjét, a Szociális Demokráciáért Intézet programigazgatóját, Komlódi Gábor ügyvédet és Németh Pétert, a Népszava főszerkesztőjét. Uraim, már előre örülök a mai beszélgetésnek. Kezdjünk azzal, hogy kamatemelést jelentett be a jegybank tegnap, aztán ami még ennél is egy kicsit furcsább vagy riasztóbb szám lehet, az a 22% fölötti jövő évre várt infláció. Nem tudom, tudják-e, hogy a recesszióban lévő Oroszországban most ennyi az infláció, de nézzük az összefoglalót. Erre az évre 13,5-14,5% közé várja az infláció átlagos mértékét a Nemzeti Bank. A jövő évre várt csúcs azonban meghaladhatja a 22%-ot is. Az ábrát a HVG tette közzé. Az infláció 2023 első felében elő lassan, majd az év közepétől a bázis hatások, illetve a említett várhatóan korrigálódó nyersanyagárak következtében jelentősen csökken, és 2024 első felében tér vissza majd az infláció a jegybanki toleranciásában. Az MNB keddibb kamatemelése áttételesen az inflációt is mérsékli, de elsődlegesen a pénzpiaci hozamokat befolyásolja, mind a hitel, mind a megtakarítási oldalon. Az elnök Matolcsy György azt is bejelentette, hogy ez volt az utolsó emelés. Az alapkamat emelés a szakértők szerint a megtakarításokra is hatással van, csak később és kisebb mértékben jelentkezik. Esetleg a nagybankok részéről is lesz egy olyan lépés, amikor már ők is valamilyen módon érzékelhető kamatot kínálnak. Jelenleg a nagybankok többsége szinte azt üzeni a betéteseknek, az ügyfeleknek, hogy ne közd le a pénzedet, nem adok érte nagy kamatot. Információink szerint ennek az az oka, hogy a nagybankok pénzbőségben vannak. Egy éve ilyenkor egy amerikai dollárért középárfolyamon 308 forintot kellett fizetni. Most 430-at. Egy euró 2021. szeptemberében 359 forintba került. Jelenlegi árfolyama 413 forint körül jár. Hát, hogyha már az alapkamatról van szó, térségben megnéztük, be is mutattuk egyébként többször itt az ATV-ben. A térségben Magyarországon a legmagasabb, de itt nagy vonalúan kezeltük a térség kifejezést, szóval beleszámítottuk mondjuk Fehér Oroszországot is, vagy beleszámítottuk a híresen jól teljesítő Albániát, vagy Bosznia és Hercegovinát. Magyarország most már az, hogy 13%-os a jegybanki alapkamat, megelőzte a térségben eddig legrosszabbul teljesítő Fehér Oroszországot. Itt tartunk, és a fehér orosz rubel mellett a magyar forint az, amelyik az elmúlt egy évben a legtöbbet gyöngült a dollárhoz és az euróhoz képest. És hát még innen jönnek a még rosszabb kilátások a jegybank szerint. Igen, jó, és hát hozzáteszük azt, hogy az, amit itt bejátszásban láttunk, hogy átlag inflációt mondanak, annak a mai életünkben sem értelme nincs. Tehát nincs értelme arról beszélni, hogy februárban milyen volt az infláció, amikor most kell egyre többet fizetnünk, és most nem tudunk megélni. Az egyik része a dolognak. A másik része az, hogy ami igazán drámai, hogy egy ilyen kamatemelésnek többek között az a funkciója, hogy megnyugtassa a piacokat, és erre az árfolyam valamelyest elkezdjen javulni. Ehhez képest ma történelmi mélyponton van a forint, tehát ez azt jelenti, hogy semmilyen mértékben nem bíznak a magyar gazdaságban, a magyar kormányban. Ennek ez az üzenete. Tegyük hozzá azt is, hogy a legnagyobb gyengülést, ezt a 30% fölötti az elmúlt egy évben a dollárhoz képest szenvedte el a forint, úgyhogy nyilván az euró is gyöngült a dollárhoz képest, ennek a hullámai meg nálunk mindig nagyobbak itt a peremvidéken. Hát nekem az a kifejezés ütötte meg a fülemet, hogy amikor ennek a sok problémának vége lesz, akkor a
az egész helyzet visszaáll, és eljutunk a jegybank tolerancia szintjére. És ez olyan jó érzés, hogy ezek szerint van tolerancia szintje a jegybanknak, csak annyira szeretném, hogyha a lakosság tolerancia szintjére is egyszer valaki elkezdene foglalkozni. Nem akarok demagóg lenni, tehát ezek a dolgok a végén egyszer csak mégiscsak rajtunk sülnek el. És azok az emberek, akik eddig boldog örömmel beszéltek arról, hogy milyen jó, hogy piros pont van a gyerekek popsiján, mert ettől mi nem tudom kikhez tartozunk, és milyen jó az, hogyha Stradivárikban meg nem tudom festményekbe fektetjük a nemzeti vagyont, mert attól majd egyszer meglátja mindenki, hogy milyen jó lesz. Ezeket az embereket nem látjuk. Tehát hogy az olyan érdekes, hogy kedves barátom szokta így fogalmazni, hogy úgy rejtegetik Matolcsy Györgyöt gazdasági válság idején, mint Rogán Antalt kampány során, de tényleg így van, hogy hol van ilyenkor egy bankminiszter. Most is mondták, hogy mondott valamit, de hogy hol mondta és mit mondott, azt mondja, senki nem látja. Tehát csak azt akartam ebből kihozni, hogy úgy tűnik, hogy az eddig hosszasan feldicsért és magasztalt illiberális gazdaságpolitika, amit hallgattunk 10 éve, hogy ez milyen jó, és az egész világ minket irigyel. Úgy látszik, hogy ennek a kitalálói, és akik ezzel foglalkoztak, azok elbújnak és nem vállalják a felelősséget, és erre szokták azt mondani, hogy egyszerűen ennek a válságnak a megoldása, amit eddig hazavittek, vissza kéne rakni a kasszába. Matolcsy Györgyről egyébként annyit, hogy éppen a szegedi közgazdász vándorgyűlésen a minap beszélt, meg hát most is egyébként a hírekben idézzük őt is, meg hát azért a jegybanknak az elmúlt években voltak, akár sajtóban is megjelent Matolcsynak személy szerint igen éles kritikái a gazdasági kormányzással kapcsolatban. Egyáltalán nem kell rajta csodálkozni, hogy a jegybank lépései gyakorlatilag hatástalanok, hiszen alapvetően politikai válság van Magyarországon. Tehát az a baj, hogy a kormány nem tudja kezelni azokat a folyamatokat, amik elindultak, és egy nagyon súlyos politikai válságba is lavírozta magát az Európai Unióval kitört vitája kapcsán. Azért romlik a forint, mert mindenki azt látja, hogy még mindig bizonytalan, hogy meg tud-e egyezni Magyarország az Európai Unióval, és megkapjuk-e a támogatásokat, vagy nem. Ha nem kapjuk meg, akkor kezelhetetlen helyzetbe kerülünk, és amíg ez a helyzet nem rendeződik, addig egészen biztos, hogy ez a bizonytalanság fönnmarad, akármit csinál a jegybank. Tehát hiába emeli a kamatot, amíg ezek a politikai kérdések nincsenek rendezve, addig nem fog a forint sem stabilizálódni. Ugye változatlan egyszerre fúj és hideget és meleget, vagy mostanság egyszerre fúj. Navracsics Tibornak a feladata, hogy fújjon meleget. Orbán Viktor ma kiállt, ugye 2,5 órás, azt hiszem 2,5 órás beharangozó után, hogy rendkívüli bejelentése lesz, és ez a rendkívüli bejelentés arról szólt, amit már pénteken bejelentettek, hogy nemzeti konzultáció indul. Vajon akkor, amikor a nemzeti konzultáció bejelentése mellett, ami az a brüsszeli szankciók ellen szól, a magyar miniszterelnök változatlanul csak a háborút élesíti, erősíti Brüsszellel szemben, és a szankciókkal, miközben von der Leyen éppen most bejelentette a 8. szankciós csomagot, és amelyeket egyébként a magyar fél is megszavazott, akkor vajon mi értelme van ennek a narratíva háborúnak. Mit akarunk ebben elérni? Mert hogy a nemzetközi piacok bizalmát biztos, hogy nem tudjuk vele erősíteni. Abban az esetben talán értető a dolog, hogyha most így a politikai kommunikáció felől nézzük, és akkor onnan nézve meg sok minden logikus, mert az adott aktor nyilván a saját előnyét keresi. Hogyha arról beszélünk, hogy a brüsszeli rossz, a tagállamokra kényszerített szankciók miatt van ez a pénzügyi gazdasági válság Magyarországon, ami van, akkor már mindjárt nem is a negyedik kétharmados felhatalmazás. Bocsánat, hogy politikai 12 év politikai kommunikációs győzelmei után egészen más helyzetbe jutottunk. Tehát ma nem lehet politikai kommunikációval megnyerni ezt a helyzetet. Nem lehet a politikailag sem. Ugye mondhatjuk erre azt, hogy látjuk az időközi választásokat, a választók többségét nem rendíti meg a jelenlegi helyzet. De azt gondolom, hogy politikailag sem lehet megnyerni. Nem lehet megnyerni azt, hogyha az emberek zsebe egyszer csak üres lesz, és nem lehet immár szólamokkal és Brüsszel ellenségkép kitalálással ezt megnyerni. Pedig ennek ez a lényege egyfelől, a másik lényege az, hogy Orbán Viktor most azt mondja, hogy azt ígérték, hogy a szankciók megállítják a háborút. Én nem emlékszem ilyen ígéretre, hogy bárki ilyet felelősen mondott volna, de azt el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor azért mondja ezt, hogy igazolja, hogy ő miért szavazta meg az eddigi szankciókat. Azt kell így látni, hogy abban a helyzetben, amikor mondjuk az elmúlt 150 év legnagyobb aszálya volt Magyarországon, és a mezőgazdasági termelők, főleg a kistermelőknek a fele
de legalábbis az alföldi része teljesen a csőd szélén van. Bevétel nélkül maradtak, és úgy kéne elkezdeniük a következő évet, hogy az államtól semmilyen segítséget nem kaptak. Hogy a kataszabályok megváltoztatásával a kisvállalkozók tömegei kell, hogy befejezzék a vállalkozásokat, amivel kiürülnek a falusi szolgáltatások. A vidék az legalább olyan veszélyben van, mint a 90-es évek elején volt, amikor kiürül, amikor egyszerűen élhetetlenné válik, és csak tragédia és tragédia hátán lesz a falvainkban. Ebben a helyzetben nem arra vártak kizárólag a piacok, hogy a jegybank mit fog lépni, hanem hétfőn a miniszterelnök a parlament pódiumára fölállt, és mindenki azt gondolta, hogy azért nem történt eddig semmilyen intézkedés, mert majd jön a miniszterelnök, és majd ő maga fogja bejelenteni, hogy hogyan fogja ezt a válságot megállítani, ami egyre jobban kezd begyűrűzni. És kiállt a magyar nép elé, és semmit nem jelentett be. 30 percig beszélt, 34 percig, és semmit nem jelentett be. Azt mondta, hogy majd talán decemberben valamit a családokkal is fogunk foglalkozni. Pont. Hát meg ugye előkészületben ez már Varga Mihály pénzügyminiszter is elmondta, a költségvetés módosítása, hogy ő fogalmazott, hogyha jól emlékszem, hogy ez így tarthatatlan. Tehát erről tud mindenki. Lehet, hogy majd akkor lesznek bejelentések. A januárban kezdünk el szántani például, megvetni, meg a mezőgazdasági munkákat elindítani. Most kéne valamit lépni. És várunk a brüsszeli pénzekre, ez kétségtelen. A miniszterelnök azt mondja, hogy ha nem kapunk Brüsszelből pénzt, akkor majd kapni fogunk máshonnan és tárgyalni fogunk. Ez valószínűleg csak hitel lehet, mert nem tudunk arról, hogy volna más olyan állam a világon, vagy államszövetség, amelyik ingyen ad nekünk felzárkóztatási forrásokat. Brüsszel ezt megtehetné, kérdés megteszi-e. Navracsics Tibor, akinek dolga, hogy lefolytassa a valószínűleg nem minden esetben nagyon kényelmes tárgyalásokat. Arról beszélt, hogy neki nincsen B-terve, de hát ez ő, mert neki az a dolga, hogy a pénz hazahozataláról beszéljen, vagy tárgyaljon. Mutatjuk is, az teljesen természetes, hogy egy ország kormányfője alternatívákban gondolkozik, bár most mindennél jobb az esélye annak, hogy meg tudjuk kapni az Európai Uniós forrásokat, hiszen a tárgyalások eredményre vezettek, mondja a miniszter, de ettől függetlenül neki, mármint Orbán Viktornak mindig gondolkodnia kell alternatívákban, ahogy más kormányfőknek is. Hát honnan szerezhet bárhonnan máshonnan pénzt Magyarország? Az IMF lehet, kínai hitel lehet, azt tudjuk egyébként, hogy milyen jól járnak azok az országok, amelyek Kínától pénzt kapnak. Szóval mik lehetnek az alternatívák? Hát ez a kettő, de hogyha sorrendjébe kéne mondanom, akkor nagyobb esélyt látok fordítva, tehát nagyobb esélyt látok annak, hogy tehát kisebb esélyt látok annak, hogy a kínaiaktól hitelt tudnánk felvenni. Ennek az én álláspontom szerint elsődlegesen az Európai Unió lenne az elsődleges akadálya. Ha az IMF-hez fordul, hát akkor az egy óriási arcvesztés. Ez így van, de hogyha Budapest-Belgrád vasútvonalra minden további nélkül jön a kínai finanszírozás például. Értem, na de az, hogyha jó. Ez egy kínai érdek. Tehát azt a kínaiak nálunk valósítanak meg egy beruházást. Hogyha az a kérdés, hogy egy Európai Uniótól érkező pénzösszeget mivel akarunk kiváltani, azért az egy nagyon fontos politikai kérdés is, ezért mondom azt, hogy nem vagyok benne biztos, az Európai Unió azt tétlenül nézné, hogy ezt egyébként a magyar kormány, mert az egy értékválasztás nem véletlenül, tehát én nem tartom ezt valószínűleg, az kétségtelen tény, hogy Péternek abban igaza van, hogy azt utána nagyon nehéz belpolitikában, kommunikációban eladni, de hogyha visszakanyarodunk egy mondat elejéig a beszélgetésünk elejére, vagyis amit pontosan mondtál Balázs, hogy itt azért mégiscsak egy kommunikációs háború van, és hogy az aktor határozza meg azt, hogy egyébként milyen körülmények között mit hogyan hajlít a térben az igazság vonatkozásában, akkor el tudunk jutni, ha azért gondoljuk végig, hogy most már a lakosság egy nagyon jelentős része úgy emlékszik, hogy a háború a kisebbik rossz a magyarországi problémák vonatkozásában, sőt, már arra sem emlékszik, hogy a háborút megelőzően súlyos energiaválság kezdeti jelei mutatkoztak a magyar gazdaságban, már úgy emlékszik, hogy a... Egy éve benzinástopp van, csak például igen, ezt emeljük. Azt mondja, hogy igazából a probléma, vagy egyre inkább azt mondja, arra, hogy az elhibázott brüsszeli szankciós politika. Innen tényleg csak egy lépés az, hogy nem maradt más választásunk, igen, az IMF tényleg rossz és a patás ördög, de nem maradt más választásunk, mert Brüsszel minket az IMF markába taszított. Én nem vagyok kommunikációs tanácsadója a Fidesznek, de szerintem van az a híd, amin át lehet gyalogolni e két pont között. Nézzük kommunikációs tanácsadók, és ezt a műsort, hogyha nem volt saját ötletük, akkor Komlódi Gábor segített. Én egyébként ebbe kevésbé hiszek, lehet, hogy ez a logikus, de olyan mértékben az zászlajára tűzte Orbán Viktor 2010 óta, hogy kiüldöztük innen, ajtót mutattunk az IMF-nek,
hogy most azt mondani, hogy most ajtót nyitunk az IMF-nek, ez hihetetlen súlyos. Emlékezzünk rá, akkor már volt egy kilengés 10-11-12 környékén, és akkor volt egy bejelentés, hogy az IMF-hez fordulunk. Az más kérdés, hogy végül nem hívtunk le semmi. Törökország is eljátszott ezt pár évvel korábban, hogy lebegtette az IMF-fel való tárgyalásokat, és ez mindig kicsit nyugtatta a piacokat. Bocsánat, csak egy kérdés, hogy tegyek fel, oké, én is azt mondom, ebben az évben valószínűleg megkritizálnám őket. Na de egyébként a társadalom mit csinálna? Ki menne az utcára, hogy ne állni IMF? Hát azért ne felejtsük el, hogy úgy vették el mindegyikünk magánnyugdíj pénztári megtakarítását, hogy azt ígérték, ugyanilyen komoly kormányzati potentáltak, hogy névre szóló számlánk lesz, ahol ezt mindannyian meg tudjuk nézni, hogy majd mi hogyan tervezhetünk a nyugdíjas életünkre. Ez azóta 10 éve nincsen meg, és senki meg nem kérdezi, és úgy szavazzák őket vissza, hogy ezzel az ordas hazugsággal a hátukon gyalogolnak. Akkor innentől a kollektív emlékezetet... Abban a Gábor igazad van, hogy nincs olyan mondata Orbán Viktornak, aminek az ellenkezőjét nem mondta volna el. Tehát, hogy ezt nagyjából a magyar társadalom simán tudomásul veszi tőle, hogy ma így gondolja, ma orosz barát, tegnap még az oroszok ellen volt. A saját szavazó is, tehát az ellenzéki érzelmi szavazók, a kormánypárt érzelmi szavazók. Egyébként az eredeti kérdésedre visszatérve, tehát ahogy honnan vesz föl, azért azt ne felejtsük el, hogy bárhonnan vesz föl az Európai Unión kívül pénzt, tehát kamatra, az tovább fogja növelni az inflációt. Tehát, az a helyzet, Péter, hogy piacilag, a piacról ezt a helyzetet már nem fogja tudni finanszírozni, hogyha az uniós pénz nem jön be, az olyan forintgyengülést fog maga után hozni, olyan politikai válságot, ott úgy fölmennek a CDS felárak, hogy azt a piacról ő nem tudja. Már most de is akkor, nagyon magas akkor, a CDS felárak. Akkor nincs neki se B-terve, csak egy blöffje. Akkor csak az IMF tud jönni. És egyetértek azzal, igen, ez a nemzeti konzultáció erről szól. Hát Orbán Viktornak, mert hogy már azt tudjuk, hogy felhatalmazás kell a népétől, hogy ő megszavazza, vagy ne szavazza meg a szankciókat. Majd ha a nép úgy dönt, és azt mondja, hogy ne szavazza meg, és mégis úgy lesz az érdeke, hogy megszavazza, akkor ki fog menni zokszó nélkül megszavazza, és az ellenkezőjét is megcsinálja. Azért kell, hogy beleverje az emberek agyába, hogy a szankciók miatt vagyunk bajba, és nem azért, mert ők tehetetlenek, elszámolták magukat, és gyakorlatilag kiderült, hogy amikor konjunktúra van, akkor így úgy el tudják osztani a pénzeket, hogy jusson jó sok maguknak, meg egyébként egy kicsit mindenkinek, és azért legyen elégedett a nép, de amikor válság van, akkor teljesen tehetetlen. Ez volt egy retorikai váltás, tehát először háborús inflációról volt, szóval akkor is jóval magasabb volt az infláció Magyarország, mint bárhol máshol Európában vagy a fejlett világban. Háborús inflációnak nevezték, most szankciós inflációnak nevezik. Kiderült, hogy a háború marad, sajnos ez... Meg a háborúban az egyik szereplő legalább Oroszország, a szankciókban meg nem, talán. Igen. Tehát ez több oldalú történet. Na mindegy, fizetést kapni fognak az állami szerveknél dolgozók, de semmi más nem fognak kifizetni. Ez jött ki egy mai rendeletben, ez jelent meg. Önöknek mi a véleménye erről? A jelenlegi helyzetben érthető, vagy aggasztó? Hát 16%-uk mondja önöknek, hogy ez valamelyest érthető, 84% pedig azt mondja, hogy aggasztó. Tegyük hozzá, hogy ez legalábbis jelen állás szerint egy nagyjából egy hónapig fennálló helyzet, mert hogy meg kell vizsgálni, hogy pontosan a gazdálkodások hogy történnek az állami szerveknél. Ez az indok, aztán meglátjuk majd, hogy mi lesz. Ehhez kapcsolódik az is, hogy a vagyonbevallásokat tágabb adatsorokkal kell majd közzétenni. Erre az uniós pénzek lehívása miatt van szükség a csomagnak, a törvénycsomagnak az egyik része. Ezzel fogjuk majd folytatni a rövid szünet után. Maradjanak! A kormányzati szerveknél fizetést adnak október végéig, mást viszont nem fizetnek ki, erről jött ki egy rendelet. Ez azt jelenti, itt azért beszállítók, szolgáltatók vannak elég sok helyen, tehát nem csak emberek dolgoznak ott, hanem egyéb kiadások is vannak. Na hát ezt felfüggesztették. A kormányzati szervek tehát nem fizetnek ki szinte semmit október 31-ig a fizetéseken kívül. Mit gondol erről? A jelenlegi helyzetben érthető vagy aggasztó? Önöknek 15%-a mondja azt, hogy a jelenlegi helyzetben ez érthető, és 85%-uk azt, hogy aggasztó. Nem reprezentatív mérés, önkéntes válaszadás. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak. Nekik mondom, hogy a stúdióban a vendégeim Harangozó Gábor, az MSZP agrárszakértője, egyszeres mind a Szociális Demokráciáért Intézet programigazgatója, Komlódi Gábor ügyvéd, és Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. Várjuk a brüsszeli pénzeket, nem tudni, hogy ezeket meg fogjuk-e kapni. Talán jól haladnak a tárgyalások, legalábbis Navracsics Tibor erről beszél. A kormány pedig vállalásokat tett, ezeknek egy része már törvényjavaslat vagy törvénymódosítás formájában ott is van a parlament előtt, és ezek körébe tartozik az is, hogy a vagyonbevallások hogyan alakulnak majd a jövőben. Nézzük!
Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy az alapítvány leendő elnökeként segíthetem majd az egyetem megújítását. A napokban tudta meg a 24.hu, hogy fizetése mellett havi 1,4 millió forintért elnökli a Miskolci Egyetem kuratóriumát, Varga Judit igazságügyi miniszter. A jövőben ilyen információkhoz nem lesz szükség közérdekű adatigénylésre. A képviselőknek az alapítványi tagság után járó jövedelmeik pontos összegét is fel kell tüntetniük a vagyonnyilatkozatukban. Legalábbis akkor, ha a parlament elfogadja azt a törvénymódosítót, amit Semjén Zsolt és maga Varga Judit nyújtott be. A szigorítás része annak a csomagnak, amit Magyarország vállalt az uniós pénzekért cserébe. A jövőben vagyonnyilatkozatot kell leadnia például a köztársasági elnöknek, a média tanács tagjának, az állami számvevőszék elnökének és alelnökének, valamint az alkotmánybíróság tagjának is. A velük közös háztartásban élő házastársuk vagy élettársuk és gyermekük vagyonnyilatkozatát is csatolniuk kell. Így nézett ki Orbán Viktor január végén leadott 18 oldalas vagyonnyilatkozata, és így az augusztusban leadott 6 oldalas dokumentum. Kérem, szavazzanak! A kormány idén nyáron módosította a vagyonnyilatkozattételi eljárást. Az Európai Parlament mintájára itthon is csak a rendszeres, megbízásokkal kapcsolatos jövedelmeikről és céges érdekeltségeikről kellett beszámolniuk a képviselőknek sávos rendszerben. Ezen szigorítana a most benyújtott törvénymódosítás. Igen, tehát annyiban vált enyhébbé a dolog, a korábban is sokak szerint eléggé elégtelen vagyonnyilatkozati rend mellett, hogy például ingatlanokról, nagyértékű ingóságokról az új rendszer szerint már nem kellett nyilatkozniuk a képviselőknek, meg az arra kötelezett körnek, most ennél megszigorúbb lesz a dolog. Én azért a szigorítást egy picit idézőjelbe tenném, legfeljebb visszatérünk egy korábbi állapotokhoz, és akkor lenne igazán szigorítás, ha hamis bevallásoknak lenne következménye. De nincs, és most sincs semmi, legalábbis én nem látom, nem olvastam a törvénytervezetet, de ahogy én tudom, nincsen következménye, tehát legfeljebb azt mondja, hogy jaj, azt elfelejtettem, és akkor mi van? Ez volt korábban is. Ki mit ír, hogyan, szóval igen. Ez a része sincs elrendezve. Egyébként szerintem tehát az, hogy a családtagok hol dolgoznak, mit keresnek, stb. Tehát azt a részletes vagyonnyilatkozatot, amit egyébként mondjuk egy képviselőnek kell kitölteni, azt valóban az kérdéses, hogy a szabad-e nyilvánosságra hozni, talán nem. De az, hogy a családi vagyon évről évre hogyan változik, az viszont kötelező lenne előírni, és azt nyilvánosságra kéne hozni mindenkinek. Hát eddig azért ez a változtatás nem megy el. Minden esetre ez is azt mutatja, hogy amiről az előbb is beszéltünk, a Brüsszellel való vita fókuszpontja, kulcsa a korrupció elleni küzdelem, mert azt már nem vitatja senki, hogy Magyarországon nagyon elharapódzott a korrupció, és a brüsszeli bürokrácia itt akarja megfogni valahogy a kormánnyal való megegyezést, hogy legalább akkor a korrupciót szorítsuk vissza. És az állami szintű korrupció. Hát és a brüsszeli forrásokra vonatkozó korrupció. És a brüsszeli forrásokra vonatkozó leginkább korrupció. Az érdekli őket. Őket az érdekli, engem ennél több érdekel. Én nem tudom, ez a nagyon megszigorított vagyonnyilatkozattételi eljárás sem tökéletes alkalmatlan eszköz arra, hogy a korrupciót bármilyen módon is felderítse, vagy annak szankcióját eredményezze. Ugye sem tartalmában, tehát az, hogy most be kell vallani azt is, hogy milyen alapítványnál keres mennyit, ez most nem nézést, eznek semmi köze nincsen egyébként a korrupcióhoz, vagy az, hogy egyébként a hozzátartozóinak is, a vele közös háztartásban élőknek is kell mondjuk, vagy például az alkotmánybíróság elnökének is kell a jövőben ilyet tenni, hát a nem tudom, a Szaragoz Szörcsögi Önkormányzat Szociális Bizottságának külső szakértő tagjának is kellett eddig is tenni. Magának is, meg a hozzátartozó, most nem kérdés, hogy nem volt nyilvános, valóban így van. Én azt gondolom, hogy a Fidesz rendszer is, nem akarok túlságosan elmenni ebbe az irányba, hogy nagyon bántsam őket, most épp elég bajuk van nélkülem is szegényeknek, de ez a rendszer annyira jól alakult ki, hogy ezekkel az eszközökkel a korrupció nem tetten érhető. Nem csak azért, mert nincsen következménye, nem csak azért, mert nem számon kérhető, hogy nincsen benne semmilyen fék, vagy bármilyen szankció, hanem azért sem, mert nem így működik. Tehát egyszerűen, ha valaki elmegy egy köcsei találkozó, és végignézi, hogy hány rokonnak, mennyibe kerültek az órái, és nem mentem, hogy milyen autóval jöttek, meg hogy hol voltak nyaralni, akkor nem érti, hogy a bánatban lehet az, hogy egyébként meg a vagyonnyilatkozatban egy telefon, egy tablet, és nem tudom, valamiféle herendi porcelán készlet van feltüntetve. Nem így áll össze már a rendszer, tehát nem lehet ezen az eszközön keresztül tetten érni, és még valami, ami nagyon fontos, hogy korábbiakban ugye egy nagyon fontos eszköze volt ezeknek a számonkéréseknek, hogy ez a vagyonosodási vizsgálat, amit a NAV, akkor lánykori nevén még APEC szervezett, ezek most már nincsenek, tehát nincs már olyan, mint
hogy korábban volt, hogy bárki ellen bármikor, hogyha feltűnt, akkor ilyet lefolytatott volna a NAV. Nem is látunk most már ilyet, nyilván nem véletlen. Ja, most ez úgy néz ki, hogy korábban ráadásul ez még pont az MSZP-SZDSZ kormányok ideje alatt, amikor a Fidesz ellenzékben volt, a Fidesznek volt olyan követelése, hogy ha valaki aránytalanul és látványosan gazdagodik, miközben a jövedelme ezt nem tenné lehető, akkor ő kelljen bizonyítani, vagy neki kell bizonyítani azt, hogy törvényesen jutott hozzá ez a vagyonhoz. Ez úgy módosult, annyiban van vagyonosodási vizsgálat, hogyha büntető eljárás indul valakivel kapcsolatban, akkor csak hát ez pont fordítva volt alkalmas, mint mondta, egy vagyonosodási vizsgálat alapozhatott meg egy büntető eljárás. Most, hogyha van valakivel szemben vagyoni tárgyban büntető eljárás, na akkor nézzük meg, hogy tényleg meg. Az előbb, bocsánat, hogy az előbb, akkor mondjad, Gábor. Azért nagyon zavarba ejtő az egész, mert maga ez a vagyonosodási eljárás, akkor ez a korrupció elleni hivatal, amit ön bájosan átkereszteltek, hogy még csak véletlenül se korrupció legyen a neve. Ezekről mi pontosan tudjuk, hogy ezek állintézkedések, ez egy humbug, ez nem fog működni. Ugyanakkor meg én nagyon izgulok, hogy valahogy ezt a humbugot Brüsszel higgye el, és adja oda a pénzeket, mert ha nem adják oda, és nincsen megegyezés, akkor beláthatatlan következménye lesz, a magyar emberek fognak szenvedni. És nagyon nehezen élem meg látni azt, hogy azok, akik az ország vezetését kapták meg kétharmados felhatalmazással, ennyire hazárdíroznak, és ennyire nem fontos nekik, hogy miért nem lehetett belépni például az Európai Ügyészségbe. Hát ha nincsen gond, ha most tényleg komolyan gondolják, hogy akkor tisztán akarják az ország érdekében felhasználni az uniós pénzeket, akkor be kell oda lépni, meg kell mutatni, tessék, tisztességesen csináljuk. Nem. Továbbra is mennek az állintézkedések, az ilyen bemondások, hogy valahogy eltereljük a figyelmet, elhitessük, hogy valami máshogy lesz, de mi látjuk, itt élünk, és tudjuk, hogy ez nem igaz, és mégis annak kell szurkolnunk, hogy ezt higgyék el, és valahogy kapjuk meg a pénzeket. Ugye az a baj, valamennyünknek az az érzése, hogyha elolvassuk, hogy milyen tervei vannak a magyar kormánynak, hogy megfeleljen azoknak a feltételeknek, hogy a pénzhez hozzájussunk, akkor az jut eszünkbe, hogy milyen trükköket fog alkalmazni a magyar kormány annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Íben rögtön a példa az általad elővett vagyonnyilatkozat, az például már nem vonatkozik erre az évre, hanem majd csak jövőre. Tehát az embernek rögtön az a gyanúja, hogy addig akkor van idő bizonyos dolgokat másként alakítani. Miért nem azonnal? Túl azon, hogy én nekem, ez csak nagyon egy kis része az európai pénzek körüli korrupciós probléma, az, hogy a magyar jogrend olyan, amilyen, és a magyar hatósági rend, amit itt kialakítottak, ami alapján ugye minden hatóság jószerivel, és ez is egyébként ez az új hatóság is nagy valószínűséggel fideszes vezetésű lesz. Tehát fogják majd kiválasztani a vezetőjét. Amit egy fideszes politikus jelöl, egy fideszes politikus nevezi ki, és fideszes politikus hajtja végre. És nem tudod, hogy a civil szervezetek közül hány lesz olyan, akit mondjuk, mint a CÖF, aki úgy tételeznek, hogy egy teljesen semleges civil szervezet, miközben a kormányzat emlőin lógtat. A tanárok, akik sztrájkolnak, és most persze az, hogy lehet sztrájkolni, hogy nem lehet sztrájkolni, az is egy kérdés. Na de hát milyen retorziók fogják majd őket sújtani abban az esetben, hogyha az érdekeiket megpróbálják érvényesíteni, nézzék. Tanárok! Én vagyunk! Akkor álljanak oda az iskola elé, én látszta. Legutóbb hétfőn az ország egyik legjobb iskolája, a budapesti Fazekas Mihály gimnázium tanárai demonstráltak az oktatás helyzete miatt, amit a Telex rögzített. Az egyik tankerülettől kiszivárgott levél szerint extra bérelvonást is kaphatnak a sztrájkoló tanárok. A levél részlete híradónkhoz is eljutott. Információink szerint a levelet a külső pesti tankerületi központ küldte az intézményvezetőknek. Ebben arról írnak, hogy a sztrájkoló pedagógusoknak munkabeszüntetés idejére fizetés nem jár, egy óra mulasztásért pedig másfél órányi bért kell levonni tőlük. Elmegy erősen a megfélemlítés, retorzióval való fenyegetés irányába a dolog. A PDS szerint sok tanár már most is fél. Ez egyébként teljesen jogellenes, de sajnos ilyen gyakorlat már tavasszal is volt. Ezért is írta a PDS ügyvédje tavasszal egy jogi állásfoglalásában, hogy ez a sztrájktörvény
6. paragrafus 3. bekezdése alapján totálisan jogsértő. Hasonlóan vélekedik a TASZ jogásza is, aki szerint ez nonsens. Közben a diákok a tanárokért csoport egy újabb akcióval készül, arra kérnek mindenkit, küldjön e-mailt a tankerületnek vagy a Klebersberg központnak, amivel megmutatja, támogatja a tanárokat, akiket megfenyegettek. Tehát egy napi munkabeszüntetésért másfél napi pénzlevonás, ez nagyjából az ajánlat a kormány részéről. Van jogászunk a stúdióban. Igen. Ugye azt érdemes tudni, hogy azt kommunikáltam, amikor az egész elkezdődött fél éve vagy éve a kormányzat, hogy ez egy jogon kívüli eszköz, ez nem is létezik már, mint a polgári engedetlenség, és hogy ez értelmezhetetlen egy jogállamban. Ugye én nem akarok most visszautalni arra, amikor kerítést vagy kordont bontott a Fidesz, az pontosan ugyanilyen volt. Nagyon is ismert egy jogállamban, sőt, igazából egy jogállamban ismert nagyon egy ilyen jogintézmény, ami valóban nincsen tételes jog által körülírva, de mégiscsak arról van szó, hogy valaki vagy valakik egy alkotmányban rögzített joguk csorbulása, kiavítása érdekében, nem magán, hanem közértekből, felvállalva a jogkövetkezményeket is, valamilyen, ezt nyilván eszközök hiányában valamilyen megoldást kerül találni. Ugye hát az eszközök alatt például értem azt, hogy azért egy olyan kormányzatunk van, aki lényegében ellehetetlenítette a pedagógusok sztrájkját. Ugye láttuk, hogy itt az elégséges szolgáltatás körében micsoda bolha cirkusz csinált a kormányzat az elmúlt időszakban, tehát eszköztelenné vált a pedagógus szakma, és nem tud más tenni, mint ezt a polgári engedetlenséget csinálja, amihez azt gondolom, felvállalva, és ezért kell megemelni a kalapunkat ezek előtt a pedagógusok előtt, felvállalva azt, hogy ennek jó következménye lesz, ilyen is akár. De azt, hogy valakit munkajogi eszközökkel zsaroljanak, az ilyen típusú jogok mellett való kiállás ellen, vagy annak érdekében ezen felhagyjon, az egyébként ez elképesztő és felháborító, és ennél sokkal elképesztőbb és felháborítóbb, hogy mi nem csinálunk semmit. Tehát, hogyha azt mondtam ma ebben az adásban, hogy senkit nem érdekel az, hogy 10 éve nincsen magánnyugdíjpénztár és saját Komlódi Gábor számláról meg tudnám nézni, hogy mennyi pénzem van. Az, hogy a pedagógusokat így lehet vegzálni, hogy egy ilyen egynapi bérét másfélszeres szorzóval elvonni tőle, ami teljesen jogszerűtlen, és hogy ezért nem állunk ki, és aki meg kiáll, azt hát kúny és nemetség tárgyává teszik sokan, az egyébként nagyon elkeserítő. Az ellenállás akár polgári engedetlenség formájában, hát és 1222, ugye az aranyban. 800 évről beszélünk azóta, tehát az ellenállás joga az már ott megjelent. Minden tiszteletem azoké a pedagógusoké, akik fölvállalják és kiállnak, és tényleg nagyon egyetértek. Meg kell érteni az országnak, hogy oda kell állni melléjük. És ez nem csak a jelen helyzet, nem csak a fizetésükről szól, hanem ennek az országnak a jövőjét illetően a legnagyobb baja, hogy beleragadtunk a, úgy mondják ezt, a közepes fizetések, a közepes fejlettség csapdájába. Onnan úgy lehetne kitörni, hogyha kutatásra, a fejlesztésre és az oktatásra a nagyobb hozzáadott értéket termelni tudó emberek tömegére költenénk sokkal többet. Ehhez pedagógusok kellenek, ehhez a pedagógusoknak egy sokkal jobb jövőkép kell, jó iskolák kellenek. És erre nem hajlandó a kormány szánni, ez egyszerűen a jövőnek a föladása, ez elfogadhatatlan, és ha most nem állunk ki és nem küzdünk meg ezért, akkor az ország jövőjét engedjük el. Igen, de egy rendkívül bátor kormányunk van, a bátor abban az értelemben, hogy pontosan fölméri, és egyszer ezt már itt elmondtam, hogy nincs semmilyen szolidaritás ebben az országban. Tehát a pedagógusok is lényegében magukra vannak hagyva, ugye tudunk olyan helyről, ahol úgy sztrájkolnak, hogy a médiát is elzavarják onnan, hogy ne legyen híre, hogy sztrájkolnak, mert félnek az emberek, és miért félnek? Azért félnek, mert attól tartanak, hogy akkor őket is valamiféle szankció éri. Egyébként a politikában is így van ez. Én azt gondolom, hogy teljesen törvénytelen, amit Kövér László, Hatházi Lászlóval, hogy elnézést, egy ilyen témát idehozok. Ákos. Hatházi Ákossal csinál, teljesen törvénytelen, hiszen volt egy választás, ahol egyéniben megválasztották, és a házelnök simán fölülírja, és megteheti, mert nem történik semmi. A kormányzati szerveknél október 31-ig fizetéseket fizetnek, mást nem. Van néhány kivétel oktatási egészségügyi intézmények, de általában ez most így van, meg szeretnék tudni, hogy egyáltalán hogyan gazdálkodnak, nagyon lerövidítve. Ön szerint ez a jelenlegi helyzetben érthető, vagy aggasztó? 15%-uk mondta azt így adás végéig, hogy érthető bizonyos megkötésekkel, és aggasztó 85%-uk szerint. Harangozó Gábornak, Komlódi Gábornak és Németh Péternek köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!